Sziasztok! Ez a Soproni Ifjúsági és Média Klub diákműsora, a Limonádé. Ma az áprilisi adásunkat láthatjátok itt a Sopron TV képernyőjén. Sok izgalmas program zajlott ebben a hónapban is a városban, ebből láthatok majd egy összeállítást a mai műsorunkban. Divatgála. A fenntarthatóság volt a téma a Handverosok idei gáláján. Indul a gőzös. Húsvéti programmal nyílt meg a szezon a Nagycenki Múzeumvasúton. Ments meg egy életet! A Széchenyi Gimnázium véradásán jártunk. Sopronfest. Néhány hét és indulnak a programok. Mai vendéglátónk a Handler Középiskola, akik múlt héten rendezték meg a hagyományos divatgálát. Most megmutatjuk nektek, hogyan készültek fel az iskola diákjai a bemutatóra. Néhány óra múlva kezdődik a 29. divatgála. A handleros diákok már készülnek az esti bemutatóra. Minden évben egy-egy témaköré épül az adott divatgála. Idén ez az újrahasznosítás és a fenntarthatóság. Ennek jegyében készülnek a diákok hajakkal, sminkekkel. Idei téma a fenntarthatóság. Mi a koncepció? Hát én nappali sminket csinálok, és Barbie volt nála a téma. És hát chipses kabát lesz rajta, ilyen zacskókból lesz összerakva, úgyhogy hát a legtöbb az kék szín volt benne, úgyhogy ahhoz élő sminket csináltunk. És te hogy érzed magad a kezei alatt? Jól, szépen dolgozik. Mit gondolsz, milyen itt a hangulat, itt az előkészületeknél? Egyébként teljesen jó szerintem, mindenki izgul nyilván, de mindenki élvezi szerintem. Most nézem a hajadat, nagyon jó, mi a koncepció a hajadnál? Alapjárat olyan ruhám lesz, hogy ilyen bubifóliás naci lesz, és a hajamban ugye ezek a kártyák lesznek. Elkezdtünk gyakorolni már 3 vagy 4 héttel ezelőtt minden héten, amikor szakmai gyakorlatunk volt, és ott sminkeltünk, próbáltunk, összepróbáltuk a hajat, a sminkkel, meg a ruhával, és annak megfelelően kellett ugye kiválasztanunk, hogy mit csinálunk. És szerinted miért fontos a divatgála az iskola életében? Igazából hírt ad a... meg megmutatja, hogy mire képesek a tanulók az iskolában, meg hogy mennyire ügyesek, és a kézügyességüket így bemutatja. És közelebb visz minket a munkához. A felkészülésnek vége, néhány perc múlva kezdődik a gála, ahol díjazzák a diákokat. Miért fontos a divatgála az iskolának? A divatgálánk ugye több évtizedes múltra tekint vissza, tehát ez egy hagyományteremtő rendezvény volt a 90-es évek első felében, és hogy miért fontos? Itt meg tudják magukat mutatni a divatszabó, a fodrász, a kozmetikus tanulóink, hogy tanulmányaik során hova is jutnak el a szakmai képzés keretében. Minden évben próbálunk egy témához, egy programhoz, egy aktuális programhoz kapcsolódni, hogy idén miért a fenntarthatóság és az újrahasznosítás. Talán azért, mert nagyon fontos az, hogy a jövő nemzedékének meg tudjuk őrizni a Földet. Hogy érezted magadat a színpadon? Milyen volt a bemutató? Az elején izgultam, viszont amikor másodjára léptünk már színpadra, akkor olyan volt, mintha senki nem lett volna ott.
úgyhogy már jó volt. Egy véradással megmenthetsz akár 3 életet. Erre hívták fel az utóbbi hetekben a figyelmet városunkban, ahol több iskolákban is adhattak vért a 18 év felettiek. Mi a Széchenyisek véradására látogattunk el. Itt a Széchenyiben a díszteremben zajlik a véradás. Az iskola tanulói, tanárai és dolgozói is adhatnak vért. Első lépésként egy adatlapot kell kitölteni. Áron, látom, te is most töltöd. Hogy készülsz erre a véradásra? Így van, most töltöm ki a lapot. Hát elsősorban itt kérdezek mindenfélét, a betegséggel kapcsolatban volt-e, vagy hasonló. Ezeket megválaszolom, aztán utána majd gondolom bekerülök oda az ágyba. Nem mondom, hogy nem izgulok, mert ez lesz az első véradásom, úgyhogy azért kicsit félek, de remélem, hogy menni fog. Miért tartod fontosnak? Miért jelentkeztél erre a véradásra? Hát apukám, ő már nagyon sokszor adott vért, és mindig mondta, hogy amúgy jó érzés nagyon, mikor megkapja ugye az üzenetet, hogy segített másoknak. Úgyhogy ezért is, meg nem tudom, amúgy simán érdekel, ki akarom próbálni, hogy milyen érzés. Aztán majd az alapján döntök, hogy jövök-e többször, vagy sem. Kérdőív leadása után egy előzetes vérvizsgálat és egy személyes elbeszélgetés vár a véradókra. A vérvétel félig fekvő testhelyzetben történik. Ilyenkor kicsit kevesebb, mint fél liter vért adnak az önkéntesek, amely egy egészséges embernek veszélytelen. Iskola diákjai mellett a tanárok is adtak vért az iskolában. Tanárnő, ön hogy érzi most magát? Én remekül, végre pihenhetek, ülhetek, nem kell mozognom, úgyhogy nagyon szépen jól érzem magam. Köszönöm. Miért tartja fontosnak a véradást? Hát, mint ahogy a szlógen is mondja, aki vért ad, az életet ad, és én ezt tényleg azt gondolom, hogy ez így van. Úgyhogy én szerintem 20 éves korom óta rendszeresen adok vért, szerintem nagyon fontos. Te már túl vagy a véradáson, miért tartod ezt fontosnak? Azt gondolom, hogy aki alkalmas rá és teheti, egyszer mindenképpen érdemes kipróbálni, ugyanis hát ez egy rettentően nemes dolog, azért mégiscsak, hogy adunk vért, és utána kapjuk az SMS-t, hogy esetleg felhasználták egy alkalomkor. És hát minden esetre szerintem jó kipróbálni, hogy milyen az, amikor mégiscsak egy ilyen jó tett érdekében cselekedik az ember. És te hogy érzed most magad így, hogy már túl vagy rajta? Hát az elején kicsit azért úgy szédültem, meg olyan fura érzés volt, de most már így vissza jött az életerő belém, úgyhogy most már minden rendben van. A most levett vérmennyiség a vérellátó intézethez kerül, ahol még további vizsgálatokat végeznek, mielőtt felhasználják azokat. A véradók SMS-ben kapnak értesítést, ha az ő vérük megmentette valakinek az életét. Kreatív, logikai feladatokkal várta a középiskolás diákokat a Vasvilla. A programról Vasvillás tudósítónk Timi készített nektek egy beszámolót. Négy fős csapatok jelentkezését várták a Vaslóika című vetélkedőre, amit olyan diákoknak rendeztek meg, akik szeretik a fejtörőket. A Vasvilla idén ünnepli 35 éves születésnapját. Ebből az alkalomból nagyon sok rendezvényt szerveznek itt az iskolában. Ezekért része nem csak az iskola diákjainak szól, hanem más iskolák tanulóit is szívesen látják bizonyos programokon. A mai Vaslóika című versenyre több környékbeli iskolából érkeztek csapatok. A mottónk alapján mindenkit szeretettel vártunk, aki furfangos fejtörőket szeret megoldani és szereti a logikai feladatokat. A győzelemhez pedig úgy gondoltuk, egy jól működő csapatra és jó logikára lesz szükség. Milyen feladatokkal készültek? Logikai feladatokkal, furfangos, fejtörő feladatokkal, nem olyan feladatokkal, amelyek szorosan kapcsolódnak a matematikához, tehát nem lesz szükség matematikai tételekre, nem lesz szükség azok alkalmazására, és nem lesz szükség lexikális tudásra. Jó logikára van szükség.
Ez a verseny az iskola jubileumi évének egyik programja volt. További eseményekért információt az iskola honlapján találhattok. Húsvét hétvégén indult az idei szezon a Múzeumvasúton. A Nagyszenki Kisvasút különlegessége, hogy gyerekek és diákok is teljesítenek szolgálatot a vonatokon és az állomásokon is. Idén is húsvét hétvégén nyitotta meg szezonját a Széchenyi Múzeumvasút. A nyitónapon húsvéti programokkal is várták a gyerekeket. Húsvéti programok mellett természetesen a fő attrakció a vonatozás volt. A gyerekek a megnyitó után egész nap gőzmozdonnyal utazhattak. Ami fontos, hogy nálunk 10-től 18 éves korig tölthetik be a gyerekek a kisvasutas szolgálatot, és minden évben nagyon nagy érdeklődés van rá, és hála az égnek, ugye most is 8 új gyermekkel kezdtük meg a mostani szezont, és nagy örömmel és nagy lelkesedéssel várták az első szolgálatot. Mi most itt a feladatod? Jelenleg most fel kell készítenem az itt látható szerelvényt az indulásra, és most lényegében leellenőrizzük, hogy minden jó, és 5 percen belül indulunk. És miért jelentkeztél kisvasutasnak? Hát nekem mindig is ez a vasút volt a mindenem, és már egy hónapos korom óta rajongok a vasútért, és ahogy megtudtam, hogy van így a Nagyszenki kisvasút, én jelentkeztem az anyomban. Azért, ha itt körbenézünk, inkább fiúk, kisvasutasok, milyen érzés lányként ebben a közösségben lenni? Hát először nagyon-nagyon fura volt, de most már megszoktam meg. Most már jönnek is, ugye van, hárman vagyunk lányok, úgyhogy már egész jó. És hogy érzed magad a közösségben? Hát már 5. éve itt vagyok, tehát már beilleszkedtem. Így mindenkivel így jobban vagyok, többnyire, úgyhogy minden. Milyen feladataid vannak a Múzeumvasútnál? Hát igazából van, hogy pénztárazok, van, hogy indítom a vonatot, vagy egykezülő vagyok a vonaton, vagy kimegyek Örhelyre, tehát minden is. Szeretnétek utazni a Múzeumvasúton, azt egész nyáron megtetitek. Az idei szezon október 20-ig tart. A Múzeumvasút menetrendjét megtaláljátok a Gyesebb weboldalán. Látványos gálaműsorban mutatkoztak meg az ötvösös diákok a hétvégén. A fellépőket az egyik utolsó próbán látogattuk meg az iskolában. Ez lesz a második ilyen gála. Miben különbözik az előzőtől? Igazából az első ötvös tánc gála az 3 évfolyamról szólt. Idén 4 évfolyamról fog szólni 2 felvonásban. Igazából ettől különbözik, illetve hogy a 13. évfolyam koncert vizsgája lesz látható a 12. évfolyam záró vizsgája mellett. Szeptember óta tart a felkészülés, mert ahhoz technika is fontos, ahhoz produkciókat készülünk már akkor készíteni, koreográfia, ez egy hosszú folyamat, úgyhogy régóta vagyunk benne. Pedig olyan erős előkészítés kezdett szerintem 2 hónapja, vagy másfél hónapja, pedig aggódás szerintem 3 hete már. Kiskorom óta táncolok, 5 éves korom óta a Dirty Dance Shop rendjesületben, és úgy gondoltam, hogy szeretném ezt a iskolát is kipróbálni, hiszen amikor 8-as voltam, és más iskolát kellett választanom, akkor pont abban az évben indult először ez az iskola, ez a suli, ez az osztály, és anyukám ötlete volt, hogy próbáljam ki,
és azóta se bántam meg, mert egyébként megerősödött bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy meleg szívvel ajánlom mindenkinek. Elvégzik ezt a képzést, azok mivel fognak azután rendelkezni? Hát ők kortárs modern táncosok lesznek, így ugye el tudnak helyezkedni akár színházban, társulatnál, akár ugye hajóra tudnak vele menni, tehát mindenképp egy olyan papír lesz a kezükbe, amivel ők a táncművész szakmában el fognak tudni helyezkedni. Most vagy soha címmel készült történelmi játékfilm, amelynek számos jelenetét Sopronban forgatták. A bemutatót követően a film alkotói visszatértek a városunkba, ahol egy közönség találkozó keretein belül többek közt középiskolás és általános iskolás diákoknak meséltek a kulisszatitkokról. Mesélted itt a film utáni közönség találkozón, hogy Sopronhoz fűződnek a legkedvesebb emlékeid a filmmel kapcsolatban. A közönség nagyon nagy vastapsot is adott erre. Miért élvezted ennyire a soproni forgatást? A közönség a film végén is már egy nagyon nagy vastapsot adott, ami nekünk egyébként sok tapsot kapunk, tehát nem akarok álszerénynek tűnni, tényleg nagyon szereti a közönség. Sopron valahogy az egész forgatásnak a legkellemesebb, legkedvesebb szakasza volt, és nem csak azért, mert a leghűségesebb város tényleg elképesztően vendégszeretően, és minket támogatóan állt ehhez a dologhoz, hanem azért is, mert ennek az utcák, ennek a történelmi szépsége, ennek a helyszínnek, ez tényleg páratlan, és mi nagyon szeretnénk, hogyha az országban minél többen fedeznék fel maguknak Sopron, úgyhogy elég sokat forgattunk itt, és elég komoly jeleneteket. Melyik jelentek zajlottak itt? Csak röviden egy párat emelj ki belőlük. Hát alapvetően Petőfi lakásának a környéke, tehát a korabeli Dohány utca, ugye ez Budapesten már nagyon máshogy néz ki, és ezt találtuk meg itt, tehát például kaszkadőr jelenetek, az ablakon kiugrás jelenetek, amiket az előzetesekben is lehet látni, amik nagyon komoly technikai felkészülést igényeltek, de itt forgattuk le a Kék festőházat, ami a film utolsó szakaszának egy nagyon kalandos helyszíne, illetve Petőfi lakását is itt Sopronban találtuk meg, a Dohány utcai albéletet, ahol Jókaival együtt laktak. Színészeknek viszonylag ritkán szokták engedni, hogy olyan jeleneteket forgassanak, ahova kaszkadőrök kellenének, viszont te egy Sopronban kiugrattál az ablakból, milyen volt ez neked? Csodálatos érzés volt, hogy egy ilyen feladat elé vagyok állítva, és ugye nem csak az ablakon kiugrás, hanem a verekedős jelenetek is, az is mind-mind kaszkadőri munka volt, és hát nagyon örülök, hogy ilyen fiatalon ilyen feladat elé vagyok állítva, és ilyen tapasztalataim lehetnek, mert ez nagyon nagy kihívás volt, és nagyon élveztem. Tehát valóban magyar filmben nincs ilyesmire sok lehetőség, úgyhogy ennek nagyon örültem. Rengeteg statiszta volt helyi, sőt, rengeteg fiatal is, aki soproni volt, itt forgatott veletek. Milyen volt velük a közös munka? Hogyan lépték meg ezt a feladatot, amit itt állítottatok? Tökéletesen lépték meg. Egyébként nagyon érdekes ennél a filmnél az a tapasztalatunk, mivel egy olyan téma március 15-e, amivel az emberek többsége tud azonosulni, ezért viszonylag könnyebb volt a statisztériát arra bíztatni, hogy belejék magat ennek a napnak az eseményeibe, de Sopron kiemelkedő volt. Tehát itt mindenkinek a szemében ott volt az a bizonyos szikra. Most még benne vagyunk a bemutatóknak a hajrájában, de néhány év múlva, ha visszatekintesz erre az egész folyamatra, akár az ötleteléstől egészen most a bemutatóig, mi lesz az egy legkedvesebb pillanat, amire vissza fogsz emlékezni? Nem egy, hanem sok legkedvesebb pillanatot tudnék. Nyilván maga a forgatás, a Nemzeti Múzeum az ide tartozik, de ezek a közönség találkozók, ezek gazdagon ott vannak benne, és Sopron kiemelten. Nekünk ez volt tényleg a legkedvencebb helyszínünk. A városban hirdetjük ki a pontokat, és át Budára! Aláíratjuk velük. Kisfiunk lesz. Tudod, hogy mit veszíthetünk? Tudom, hogy mit nyerhetünk, hogy a kisfiunk szabadon beszélhessen az anyanyelven. Közel 300 program több mint egy héten keresztül. Ez lesz az idei Sopron Fest. A program bemutatóján tudósítónk Miki beszélgetett a szervezőstáb két munkatársával az idei fesztiválról.
Milyen változásokra számíthatnak tavalyhoz képest idén a fesztiválra érkezők? Hú, hát változásból azt hiszem, hogy most kivételesen tényleg rengeteg van, hiszen egy induló fesztiválnál még elmondható az, hogy nem a rutin hajt minket, bár erre azért mindig törekszünk, hogy ne a megszokásokból induljunk ki, hanem inkább a tavalyi tapasztalatokat próbáltuk továbbfejleszteni. Ugye a Sopronfestnek egy koncepcionális alapja az, hogy urbán fesztiválnak neveztük el, ami annyit jelent, hogy a belváros szeretnénk élettel megtölteni, ez a gerincnek az egyik része, az egyik gerince, hogyha mondhatom így. Utcák, terek, éttermek, kávézók, sörözők, borozók és így tovább adnak otthont rengeteg programnak, ugye nagyjából 300 program lesz 75 helyszínen. Azonban a közönség egy jó része az utolsó három napra, három főnapra, a pünkösdi hétvégére érkezik Sopronba, más városokból is, és hát valószínűleg a soproniak nagy része is ezekre a programokra kíváncsi. Hogy nem célunk a méretben való óriási növekedés, tehát tavainak nagyjából a duplájára lehet számítani, azonban egy sokkal kényelmesebb és impozánsabb helyszínt várhatunk. Egy szabadtéri nagy színpadda, egy nagy sátorral, egy kőháznak nevezett helyel, amit szerintem a soproniak jól ismernek, a kemping kellős közepén. Egy Poncikter negyeddel és egy Secret Gardennak hívott résszel, ami egy fás régi lőtér vagy lőpálya ugyancsak a kemping területén. Az igazi változások vagy a nagy változások ezen a helyszínen már mint a lővérekben láthatóak vagy lesznek érezhetőek, hiszen itt ebben a három napban tényleg egy sokkal szerethetőbb és izgalmasabb helyszínre számíthatunk. Aki járt már a lővérekben, soproniaknak nyilván ez nem nagy szó, hogy úgy mondjam, de aki más városból érkezik Sopronba, mindig el van tőle rájulva, hogy micsoda gyönyörű fesztivál helyszín. Azt remélem, hogy ezt jól tudjuk belakni. Több mint egy héten át zajlik majd a fesztivál a városban, már május 11-én elindulnak a programok. A fő napokon, a lővérek helyszínén, május 17-én, 18-án és 19-én, pedig a tavalyihoz képest egy jóval nagyobb területen zajlanak majd a nagy koncertek a lővérkemping területén. Te személy szerint diákoknak, középiskolásoknak milyen programokat ajánlanál? Diákoknak, középiskolásoknak mindenképp érdemes átböngészni a Podcast Fest programunkat, ami negyedik alkalommal valósul meg itt a Sopronfest keretein belül. Több edukációs tematikájú beszélgetés, például érkezik Áder János, volt köztársasági elnök úr, Steigerwald Krisztián generációkutatóval fognak beszélgetni. De például az UNICEF-fel közös beszélgetésünket, a Ne nézz félre programot is figyelmükbe ajánlanám, ahol pedig az iskolai bántalmazásról, a bullyingról fognak beszélgetni. Ott a körömmel számolok be arról, hogy az UNICEF-fel mi kezdeményezésünkre elindult egy kampány, amit fesztiválokon hajtunk végre, és ennek az a címe, hogy ne nézz félre, ez az iskolai bullying kérdését taglalja. Én ezt inkább úgy szoktam megfogalmazni, az iskolán belüli szekálódás, csúfódás, kiközösítés és így tovább, ami egy eléggé fontos kérdés, és azt remélem, hogy diákok és szülők is egyaránt kíváncsiak lesznek erre. Ennek az UNICEF a vezetője, de felkértünk jó néhány olyan nagy arcot, akik nagyon örömmel kapcsoltak ehhez. Tídani, a Marsalkó Dávid és a Járai Márk, Bagosi Norbi, sorolhatnám, jó néhányan tagjai ennek a közösségnek, akik ebben a kérdésben megszólalnak. Erre a beszélgetésre én azt remélem, hogy nagyon sokan eljöttök, eljönnek majd. Sajtótájékoztatónál hangzott, hogy idén törekedtek a fenntarthatóságra. Ez minden fog megmutatkozni leginkább? Igen, fenntarthatósági törekvéseink között szerepel például az, hogy mindenképp, minden esetben elsőbséget élveznek a soproni alvállalkozók, bármilyen területről is legyen szó, akár nyomdai dekorelem gyártásáról, színpadtechnika rendeléséről, vagy ételalapanyagokról, minden esetben igyekszünk a helyi vállalkozókkal együttműködve megteremteni a szükségleteket.
illetve például a Soproni Egyetem dolgozói nagyon sok pozícióba segítkeznek majd a fesztivál szervezése során, de igyekszünk visszaszorítani a palackozott víz mennyiségét mind a dolgozók, mind a fesztiválozók körébe, több ivókúttal készülünk majd, illetve a fesztiválon egy komposztáló robotot is ki lehet majd próbálni, amelynek segítségével rögtön visszaforgathatjuk az ökológiai körforgásba az ételmaradékjainkat. On my way to you, good at what I do, OMW. Ennyi volt már a limonádé, köszönjük, hogy megnéztétek. Legközelebb várunk titeket egy hónap múlva. Addig is írhattok nekünk, várjuk véleményeiteket és ötleteiteket klubunk Insta oldalán. Várunk titeket ismét egy hónap múlva. Sziasztok!